Köszöntöm a nézőket, a Pannon Televízió híradóját látják. Ma szeptember 17-e van Zsófia, Ildikó és Róbert névnapja. 172 éve született Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefon hírmondó feltalálója. Most következenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. Elkezdődött ma a Nemzeti Vágta Budapesten. Egyre több a migráns síden, ez több helybelit aggaszt. A hétvége a hagyományos szüreti napok jegyében zajlik Palicson. Falunapot ünnepeltek ma Péter révén. Elkezdődött ma a Nemzeti Vágta Budapesten, a már hagyományossá vált rendezvényt idén is a Hősök terén tartják. A lovas verseny mellett kirakodóvásár, ételek és italok, valamint a különböző települések, tájegységek standjai várják az érdeklődőket, ahol helyi jellegzetes finomságok és turisztikai prospektusok széles kínálata várja a vágtára kilátogatókat. A délelőtt folyamán és kora délután még zuhogott az eső itt Budapesten, délutánra azonban már kisütött a nap. Az esős idő ellenére azonban már a délelőtt folyamán több százan érkeztek ide a Hősök terére, és kiültek a lelátókra, a futamokra várva, illetve a kirakodóvásárban sétáltak. A különböző települések, tájegységek standjai között természetesen idén is megtalálhattuk a vajdaság, illetve Szerbia turisztikai látványosságait és ételeit, italait népszerűsítő standot. Amióta van vajdasági vágta, tehát 4 éve a stand is megtalálható a Hősök tere melletti Andrássy úton a többi településé mellett. Mint minden alkalommal hozunk szóróanyagot, reklámanyagot, de hát az ugye csak mondhatjuk azt, hogy száraz anyag, ezért igyekszünk jellegzetes vajdasági, illetve szerbiai ételekkel, italokkal közelebb hozni az embereket, úgy a standhoz, mint magához, vajdasághoz, Szerbiához. A felvidéki standnál is sok érdekességgel találkozhattunk. A helyi turisztikai látványosságok mellett helyi ételeket is kínálnak a látogatóknak. Ezek Szlovákiában csalló közben termesztett gyümölcsök, zöldségek, amik szintén csalló közben vannak feldolgozva és értékesítve is. Mindenféle kémiai, mesterséges anyagoktól mentesek, semmiféle cukoros hozzáadott adalékok nélkül vannak gyártva. A Hősök emlékkövének megkoszorúzásával, a versenyző 71 település lovasának ünnepélyes fogadalomtételével és történelmi lovas felvonulással megkezdődött a 9. Nemzeti Vágta Budapesten a Hősök terén. És itt a zászlóvelők többnyire mind. A temerini Morvai Zoltán, a vajdasági vágta ezüstérmese 3.-ként futott be a célba a Nemzeti Vágta előfutamán. Az Obnaticát képviselő lovas 6.-ként, míg a Topolyát képviselő Víg Dániel 2.-ként futott a célba, így ő már biztos részt vesz vasárnap a vágta középfutamán. A budapesti Hősök terén vasárnap tartják a nemzetközi vágtát, valamint a nemzeti vágta középfutamait és döntőjét is. Emellett számos érdekességgel, díjugratással, méneshajtással, történelmi lovas felvonulással, kis huszárvágtával, beszélgetésekkel és filmekkel várják a lovak szerelmeseit. Egyre több a migráns síden, ez több helybelit aggaszt. A befogadó központokban tartózkodó bevándorlók közül több fiatal is lop az üzletekből a sídiek szerint. A 3 sídi befogadó központban összesen 1600 migráns van, de több száz olyan bevándorló is tartózkodik a horvát határ melletti településen, akiket nem vettek nyilvántartásba. Mindannyian az Európai Unió területére próbálnak bejutni. Egy afgán migráns azt mondta, már 3 hónapja síden van. Horvátország felé szeretne menni, mert a szerb-magyar határon nem lehet átjutni. Úgy fogalmazott, nagyon kemény a helyzet a magyar határon. We are stuck in Serbia, unfortunately the about the Hungary border, we are stuck over there. If Hungary border open, we can't stay over there because of the problems we are here. A sídi lakosok petíciót kezdeményeztek. Azt követelik, hogy helyezzék el a község területéről a befogadó központokat. A migránsok lopnak a boltokból, trafikokból. Az eladók félnek, mondta egy helyi lakos. Mi smo glavnom ovde u centru, glavnom ovaj šetaju ovom ulicom, ovde se snabdevaju, kradu. Ne žele da nam izađe iz prodavnice, sa šaltera da odu, ako im nije nešto po volji. Kradu redovno.
Jedan dan smo zvali jedno 7-8 puta ovaj miliciju. Kradu piće, cigarete. Alekszandar Vulin, szerb szociálpolitikai miniszter is ellátogatott Sídre. Azt mondta, meg kell erősíteni a határokat és változtatni kell a törvényhozáson. Ha a gazdasági migránsok nem léphetnek be az EU területére, akkor Szerbia sem fogja befogadni őket, emelte ki Vulin. Jelenleg mintegy 5000 migráns tartózkodik Szerbiában, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának adatai szerint. Közülük 4300-an az ország valamelyik befogadó központjában vannak. Szombat délután 16 órakor lejárt a határidő, a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok eddig az időpontig kérhették felvételüket a névjegyzékbe, hogy az októberi népszavazáson levélben szavazhassanak. Aki a határidőig nem kérte felvételét a névjegyzékbe, nem voksolhat 2 hét múlva. Még ma regisztrálhattak azok, akik még eddig nem tették meg, de részt szerettek volna venni levélszavazóként a magyarországi kvóta népszavazáson. Ma már csak elektronikus úton tudták kérelmüket továbbítani, a levélben elküldött regisztrációra már nem volt lehetőségük, vagyis felkerülnek ugyan a levélben szavazók névjegyzékébe, de ezen a választáson nem vehetnek részt, csupán a következőkön. Mindenki látta, hogy ez a jelenség mit jelenthet egy itteni közösség életében. Tudjuk nagyon jól, hogy ez egy sokkal nagyobb kérdéskörnek ez egyik szelete, ami a magyar népszavazás, és valójában majd valahol Brüsszelben kell döntést hozni ennek a problémának a kezelésére, de azt hiszem ez nagyon fontos, hogy a legalapvetőbb alkotmányos jog, a szavazati jog most is biztosított, és mindenki kinyilváníthatja a véleményét. Szerbiából péntekig összesen 37.320 kérelem érkezett, Romániából több mint 136.000, a kettős állampolgárságot tiltó országokból pedig kicsivel kevesebb, mint 17.000. Az egész világból összesen több mint 326.000-en regisztráltak. Lakossági fórumot tartott tegnap Magyar Kanizsán, a Vajdasági Magyar Szövetség a magyarországi kvóta referendummal kapcsolatban. A Magyar Kanizsai Városháza dísztermében megtartott lakossági fórumon Pásztor Bálint, a VMS köztársasági parlamenti képviselője abbéli reményének adott hangot, hogy a referendumon a nemek lesznek többségben, ami egyebek mellett komoly érvet jelent majd a magyar kormánynak a Brüsszellel folytatott tárgyalások során. Kifejezése juttatja majd azt, hogy egy Európai Uniós tagállamban az emberek megkérdezése azt eredményezheti, hogy egy ország kormánya komoly legitimitással a háta mögött képviselni tudja azt az álláspontot, amely reményeink szerint a lakosságnak, a magyaroknak a túlnyomó többségének az álláspontja. A szavazólapon feltüntetett kérdésre a válasz egyértelmű nem nyomatékosította felszólalásában is Nyilas Mihály, a VMS elnökségi tagja. Nekünk, vajdasági magyaroknak, azt hiszem, akik az utóbbi időben bebizonyították azt, hogy a legszervezettebb, legeredményesebben érdekképviseletet folytató magyar közösség a határon túl, most is egységeseknek és szervezetteknek kell lennünk. Mi a gond Európa migrációs politikájával? Ezzel a címmel tartott történelmi áttekintést a korabeli migrációk és a jelenleg migrációs válság közötti összefüggésekről Mészáros Zoltán történész. A migráció kérdése az a következő néhány évünket, de talán a következő néhány évtizedünket is meghatározza, ugyanis a világszerte és főleg Afrikában rengeteg olyan ember van, aki hajlandó elindulni bármifelé, csak hogy valamennyire jobb életlehetőségeket teremtsen magának. A Magyar Kanizsai Lakossági Fórumon elhangzott, a városban nem lehet vitás, hogy hogyan szavaznak az arra jogosult helybeliek, hiszen ők voltak azok, akik tavaly elsőként és azt követően is a legnagyobb mértékben közvetlenül viselték az illegális bevándorlással járó terheket. Híradónk folytatásában még visszatérünk a magyarországi kvóta referendumra. Vegyes véleményekkel zárult az EU tagállamok pozsonyi csúcs találkozója. Angela Merkel német kancellár, Robert Fico szlovák miniszterelnök és Donald Tusk az Európai Tanács elnöke pozitívan nyilatkoztak. Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke azonban nem ért egyet az egyes tagállamok migrációs politikájával.
Angela Merkel német kancellár szerint a tagországok közti együttműködés jellemezte a pozsonyi EU csúcs találkozót. Pozitív hozzájárulásként és jó kiindulópontként értékelte a visegrádi négyek rugalmas szolidaritást szorgalmazó migráns politikáját, vagyis azt a felvetést, hogy a menekültbefogadási képesség megítélésében vegyék figyelembe az uniós tagállamok gazdasági fejlettségét is. Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke azonban negatívan tekint az egyes tagállamok migráns politikájára. I disagree entirely with this renationalization strategy, which is in my eyes a way to give answers to the challenges of the 21st century with proposals of the 19th. This is wrong, but it is existing and attracting voters, and therefore we have to discuss with them. And my meeting with Viktor Orban was an offer. Let's discuss what's your way, what's our way, because we can't allow that they exclusively claim to represent the people. I represent the people as well. Robert Fico szlovák miniszterelnök sikeresnek értékelte a pozsonyi csúcs találkozót. A soros EU elnök Szlovákia kormányfője elmondta, nagyon őszinte véleménycserét folytattak az unió helyzetéről, és mindannyian egyetértettek abban, hogy az EU projektjének megvalósítása során nem lehet hátra menetbe kapcsolni. És abban is, hogy csak az unió az, ami biztosíthatja az európai lakosság számára a prosperitást és a biztonságot. Az Európai Bizottság pénteken döntést hozott arról, hogy 108 millió eurót bocsát sürgősségi támogatásként a bolgár kormány rendelkezésére a bolgár-török határőrizetéhez. Ha előre akarjuk mozdítani Európát, nem lehet úgy folytatni, ahogy eddig tettük, jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. A number of leaders have decided to immediately deploy extra personnel and equipment to help guard Bulgaria's border with Turkey. I want to thank them for this cooperation. We should deliver more practical and tangible decisions in the next month. Tusk kiemelte, hogy biztosítani kell a schengeni határok teljes védelmét. Ezzel összefüggésben folytatni kell az együttműködést Törökországgal és a Nyugat-Balkán országaival, illetve minden segítséget meg kell adni a tagországoknak belső biztonságuk megőrzéséhez. Brüsszel bevándorlás politikáját továbbra sem sikerült megváltoztatni, mondta Orbán Viktor az Európai Unió tagországai vezetőinek pozsonyi nem hivatalos csúcs találkozóján. A magyar miniszterelnök a sajtótájékoztatóján azt mondta, erre legközelebb Bécsben lesz alkalom. A magyar szempontból legfontosabb kérdésre pozitív választ kaptunk, mondta Orbán Viktor az EU-s állam és kormányfők tanácskozását követő pozsonyi sajtótájékoztatón. A magyar miniszterelnök hozzáfűzte. A kérdés az volt, hogy a Brexit után vajon lesznek-e mások is, akik követik a briteket, folytatódik-e az EU bomlása, forgácsolása. Senki nem lép ki az unióból. Úgy döntöttünk, hogy együtt fogjuk folytatni, és szétválás helyett megpróbáljuk megjavítani az unió intézményrendszerének működését. A pozsonyi csúcson továbbra sem sikerült megváltoztatni Brüsszel bevándorlás politikáját. Továbbra is a korábbi, igyekszem udvariasan fogalmazni, önsorsrontó és naív bevándorláspolitika uralkodik. Többet beszéltek a szétosztás gyorsításáról, mint a migránsok schengeni határon történő megállításáról. Orbán Viktor szerint a migrációs válság szempontjából továbbra is Görögország a kulcskérdés, amely továbbra sem képes megvédeni az unió schengeni határát. A magyar miniszterelnök ezzel ellentétben pozitívan értékelte Bulgária határellenőrzési lépéseit és a nekik most megszavazott támogatást. Bulgáriának mindenképpen támogatást kell adni. Ha valaki azzal a céllal érkezett, hogy Bulgáriát erősítsük meg a mai tanácskozáson, akkor jó érzéssel és sikerrel távozhat. Hiszen Bulgáriát sikerült megerősítenünk, konkrét döntéseket hoztunk a bulgároknak nyújtandó segítséget illetően, hiszen a bulgár határon a nyomás nő, és az ottani védekezés költségei pedig jelentősek. A következő EU csúcsra szeptember 24-én Bécsben kerül sor, amelyen nem csak az Európai Unió tagállamainak, hanem a migrációs útvonallal érintett balkáni országok képviselői is jelen lesznek.
Új vállalat, egy olasz társaság érkezett Nagybecskerekre. A termelést csak 2017-ben fogják elkezdeni. Eddig 20 munkást vettek fel, de ezt a számot 70-re szeretnék növelni. Az ünnepélyes megnyitón Goran Knežević, szerb gazdasági miniszter is részt vett. Nagybecskerek egy kitűnő hely a befektetők számára, mondta a tárcavezető. Hozzátette, egyre több befektető érkezik Szerbiába. Tavaly 13 vállalkozó ruházott be az országba. Naši makroekonomski pokazatelji su odlični. Znači mi imamo stabilan i održiv rast od preko 3%, imaćemo ga i u narednom periodu. Inflacija, evro, budžetski deficit, sve to pod kontrolom i na osnovu tih makroekonomskih pokazatelja mi se borimo za povećanje društvenog bruto proizvoda. Franciaország támogatja Szerbiát az euróintegrációs úton, erről biztosították Alexander Vučićot Párizsban. A szerb miniszterelnök a francia képviselőház elnökével Claude Bartolonnal találkozott, ahol a kétoldalú együttműködésről, Szerbia-Európai Unió felé vezető útjának támogatásáról és a két ország közötti gazdasági kapcsolatokról tárgyaltak. Meg kell erősíteni a két állam közötti kereskedelmet, emelte ki Vučić a találkozón. Hozzátette, Franciaországnak van egy olyan barátja a Balkánon, akire mindig számíthat. Ez Szerbia. Claude Bartolon gratulált a szerb miniszterelnöknek a választásokon elért eredményeihez, majd hangsúlyozta, Belgrádot támogatni fogják az EU felé vezető útján. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Hogyan elérni a megbékélést és a megértést címmel kerekasztal beszélgetést tartottak Magyar Kanizsán. Ünnepel Topolya, a mai nap a mézvásárral kezdődött. Temerinben is tartott lakossági fórumot a VMS péntek este. Az eseményen a kvóta referendumon való részvétel jelentőségéről Fehér László a VMS intézőbizottságának tagja tartott előadást, valamint a párt helyi vezetői is párbeszédet folytattak az egybegyültekkel. Hogy is kerültünk ebben a helyzetben, hogy egyáltalán ilyes valamiről? Számos érdeklődő jelent meg a VMS által szervezett lakossági fórumon Temerinben. Az egybegyűltek többsége úgy vélte, nem elfogadható a migránsok kötelező betelepítése. Nem helyesüljük a kvótát, hogy ráerőtessék a minden országra. Hogyha a lakosság nem úgy gondolja, nem egyezik vele, akkor ez magától értetődő, hogy nem egyezünk vele. Bizony, hogy nem ide való közénk, más kultúra, más szokás, durva emberek, szóval még véletlen se. Féltem ezt a mi keresztény világunkat. Temerinnek a történelem során már meg kellett élnie hasonló helyzetet, ezért is fontos, hogy ezek a tapasztalatok alapján döntsenek az itt élő magyarok, mondta Pásztor Róbert, a temerini központi helyi VMS szervezet elnöke. Ennek láthatatlan következményei lehetnek, hogyha ez megtörténik, ez a betelepítés. Úgyhogy ha valakit be is akarunk fogadni, azt akkor fogadjuk be mi önszántunkból, nem, hogy valaki ránk erőszakolja azt. Úgyhogy minden áron fogok szavazni, már le is szavaztam, beixeltem a nemet, úgyhogy ez nyilván senkiben mondom, hogy igenis nemmel szavaztam. Fehér László a VMS intézőbizottságának tagja szerint a külhoni magyarok szavazata nagy jelentőséggel bír. Bontsák ki a levelet, amit kaptak, a föliratkoztak, mert ugye most már az iratkozásról ezután most már lekéstek, tehát megkapták a levelet, bontsák ki, x-éljék be a nemet, és pontosan töltsék ki a kísérőlapokat, erre nagyon vigyázzanak, és küldjék föl a konzulátusra valamilyen módon. A lakossági fórumon elmondták, mindenkinek egyéni döntése, hogy igennel vagy nemmel szavaz, saját és gyermekeik jövője érdekében azonban a nemet ajánlatos választani. Hogyan elérni a megbékélést és a megértést? Ezzel a címmel szervezték meg a Zimonyi Zsidó Hitközség szerbiai konferencia sorozatának utolsó kerekasztal beszélgetését ma délelőtt Magyar Kanizsán. Az esemény a Szerbiai Nyílt Társadalomért Alapítvány és a vidékünkről Izraelbe elszármazott Zsámboki József mérnök támogatásával valósult meg. A Knesa Oktatási és Művelődési Intézményben Nyilas Mihály tartományi kormányalelnök és a községi önkormányzat képviselői mellett megjelentek a magyar, a német, a roma és a horvát nemzeti tanácsok, valamint a zsidó nemzeti közösség képviselői. Továbbá történészek, akik a II. Világégés alatti és utáni borzalmakkal foglalkoznak. Ovdje kod nas je preterano. Svaki dan se priča o istoriji, ali ono što je bitno,
to je da mi ne treba da zaboravljamo naše stradale prijatelje svih nacionalnosti. A második világháború végi magyar ellenes délvidéki atrocitásokról Forró Lajos történész tartott ismertetőt. Külön örülök annak, hogy összejönnek ezek a kerekasztalok, mert nagyon-nagyon sokáig a magyar áldozatokról azért nem beszéltünk ilyen nyíltan és ilyen szabadon. És azt gondolom, hogy egy ilyen konferencia már út afelé, hogy itt már nem magyar, szerb, zsidó áldozatokról beszéljünk, hanem áldozatokról, és azt gondolom, hogy ez így van rendjén. A tartományi kormány minden tekintetben támogatja a magyar kanizsaihoz hasonló, a tartós megbékélés szolgáló rendezvényeket, mert ezek a vajdaságban élő népek és nemzetek szempontjából nagyon fontosak. Ehhez szükséges a megértés, hogy szabadon elmondhassuk, megbocsájtsunk egymásnak, és hogy időről időre emlékeztessük az utókort, magunkat, a gyerekeinket arra, hogy mi történt a múltban, és minek nem szabad megtörténnie a mában és a jövőben. A magyar kanizsáról elszármazott Zsámboki József sohasem felejtette el a települést, míg a washingtoni holokauszt emlékmúzeum térképére is bejelölte, és hajlott kora ellenére még ma is segíteni szeretne a városon. Hajlandó vagyok minden időben és újból kezdeni, és ami a legfontosabbnak látom, dolgozni, foglalkoztatni, mert ha az ember dolgozik, akkor minden rendben van. A kerekasztal résztvevői közös nyilatkozatot fogadtak el. A kerekasztal folytatásaként szombaton délután a Művészetek Háza előcsarnokában kiállítás nyílt a Zimonyi holokausztot bemutató dokumentumokból. Magyar Kanizsa község az Európai Mobilitás Hete alkalmából rendezvénysorozatot szervezett a községbeli általános iskolák és az óvoda együttműködésével. A cél az volt, hogy felhívják a figyelmet a környezettudatos életmód és az autómentes közlekedés előnyeire. Ma a község minden településén, ahol iskolaépület van, a diákok kerékpárral bejárták az adott település utcáit. A hétvége a hagyományos szüreti napok jegyében zajlik Palicson. A terménykiállítás és a szüreti piac szombaton délelőtt 10 órakor nyílt meg, a rendezvény ünnepélyes nyitóceremóniája pedig délben zajlott le. A 27. palicsi szüreti napokat Nebojsa Darabos, a Szabadkai Városi Tanács idegenforgalommal megbízott tanácstagja nyitotta meg, aki kiemelte, hogy az ilyen rendezvények népszerűsíthetik igazán a palicsi és a borturizmust. Lezajlott az Aréna Zabotkienzis borlovagrend hagyományos ceremóniája, az év csőszévé Hompót Miklóst, a szüret szépévé Milánkovics Helénát választották. Új borlovaggá Kenderesi Géza, Nagy Radanováci borászt avatták fel. Szombaton délután 3 órakor elismeréseket osztottak ki. Az év pálinkáját a már többször díjazott topolyai fekete ibolya főzte ki megyből. Az év terméke az idei szüreti napokon Szabó Adrianna palicsi termelő seri paradicsoma. Egyébként a homokvidéken egyöntetően minőségben és mennyiségben is rendkívül jó az idei termés, ezt mondják a termelők. Főleg szőlővel foglalkozom, és a szőlő is nagyon szépen termett, nagyon finom édes. Tehát az idén valószínűleg, hogy nagyon finom lesz a bor. Az almatermelők is elégedettek, sokan vásárolnak is tőlük a szüreti napokon. Az almaszedést körülbelül egy hete kezdtük, van kereslet az almára, még egyelőre nem olyan sok. Az orosz felvásárlók a piacon vannak, mint ahogy láthatjuk, a kisebb alma 50 dinár, a nagyobb alma pedig 60-70 dinárért lehet eladni. A szüreti piacon kedvező áron megbízható eredetű és minőségű télire valót vásárolhatnak a palicsra látogatók. 30 dinártól 60 dinárig van az alma, a körtét lehet 40 dinártól egész 100 dinárig vásárolni, 80-100 dinárért lehet szőlőt, van sárgarépa 30 dinárért, megvásárolható még 80 dinárért bírsalma, bírskörte, valamint fokhagymát fűzidenként 600-700 dinárért, még van tök, ami sütnivaló 50 dinárért. A Nagy Radanováci Margit család tavaly kapott aranyérmet a délvidéki paradicsomléért. Ez ilyen hagyományos módon készül, mint ahogy a nagymamáink készítették, hogy raknak bele fűszereket,
cellert, hagymát, paprikát, só, cukor, vagy pedig nem raknak bele semmit, mink annyival, hogy mink se rakunk tartósítószert, tartósítószert nélküli, és eláll ugyanúgy, mint amikor raknak tartósítószert. A rendezvény egyik üdes színfoltja a Szabadkai Kisállattenyésztők Egyesülete által szervezett kiállítás. Szombaton és vasárnap is este 7 óráig látogatható. A Vigadó teraszán a terménykiállítás, a kóstolóval egybekötött bor és pálinka bemutató, a gyermekrajzkiállítás, a szüreti piac, virágkiállítás és sok más kísérő rendezvény. Vasárnap a Félszigeten marha pörkölt főzőverseny kezdődik 9 órakor. Délután 3 órakor pedig kihirdetik ennek, illetve a legjobb ház torták és sütemények versenyének az eredményeit. 3:30-tól szüreti gyermekjátékok és kézműves foglalkozások lesznek, 17 órától szüreti tombola sorsolást szerveznek a legkisebbeknek. Ünnepel Topolya. A mai nap a mészvásárral kezdődött. A mészkarnevál alkalmával a község legkisebbjei, a szerbiai és külföldi karneváli városokból érkező gyermekcsoportok, valamint a mészlovagok vonulnak fel a város utcáin. Este a magyarországi Honeybeast ad koncertet, majd tűzijáték, tűzforgatók és további koncertek várják az érdeklődőket. Mészszenteléssel kezdődött a topolyai mézvásár és kiállítás a város főterén, ahol mintegy 20 termelő állította ki portékáját. A helyiek és környékbeliek évről évre szívesen látogatják az eseményt. Rendszeresen jövünk, nagy fogyasztók is vagyunk, kicsi gyerekeim vannak, ők mézes tejjel kezdik a napot. Tejába is mézet szoktunk rakni, sőt gyógyszergyanán csak mézes teját citrommal iszunk. A topolyai mézvásáron igazi mézkülönlegességeket is kipróbálhatnak az ideérkezők és vásárlók, mint például a földi magyarós méz, vagy az üvegbe zárt lépes méz, és a mézes pálinka természetesen. A termelők szerint a vásárlók kedvelik az újdonságokat, szívesen kísérleteznek. 3-4 évvel már kínáljuk ezeket a terméseket, és az emberek vissza-vissza járnak, tehát tudják, hogy mi a jó. A topolyai mézvásárnak nagy hagyománya van, idén 15. alkalommal szervezték meg. 1930-as, hogy hívják ott, egy naptárt találtunk, vagyis inkább egy plakátot, és azon le volt írva, hogy hogy voltak azelőtt a méznapok. És akkor mi azt próbáltuk lekopírozni ezelőtt 15 éve, csak akkor sokkal szerényebb volt, mint ahogy most van. A városnapi rendezvény sorozat részeként megtartották a nemzetközi Strongman verseny topolyai kupáját. Az erős emberek 5 versenyszámban mérettettek meg. Egy tradíciót próbálunk ezzel teremteni, idén 10. alkalommal sikerült megszervezni, és ennek nagyon örülök, ez egy külön kis ünnepség, hogy sikerült a 10. alkalommal megszervezni a versenyt. Nemzetközi verseny, ugye Magyarországról jöttek versenyzők, még hazai versenyzők. Egésznapos kikapcsolódást és szórakozást nyújtó rendezvényekkel ünnepel Topolya. Bor utca, karneváli felvonulás, koncertek és tűzijáték várja a látogatókat. Falunapot ünnepeltek ma Péter révén. A valamikor uborka termesztéséről híres településen évekkel ezelőtt még az uborkát ünnepelték így. Mivel a növény arrafelé most már alig terem, a szokácsok elsősorban a csirkepaprikás főzésében jeleskedtek. Kicsik és nagyok, magyarok és szerbek, hagyományápolók és modern táncosok is bemutatkoztak Péter révén. Fellépésükkel vette kezdetét a falunapi ünnepség. Amíg a színpadon ők a táncot ropták, a szakácsok tüzet raktak a bográcsok alá, csirkepaprikás főzésében keltek versenyre egymással. Az egyesület gyerekei föllépnek, és akkor nekik, valójában nekik főzök. Én nagyon remélem, hogy azért megüti majd a mércét, hogy különleges-e. Nem gondolom. Péter révén körülbelül egy módon főzik az emberek. Ezt úgy készítem, ahogy otthon szoktam, házi ízekkel, sót, borsot, vegetát, ennyi fűszert használok. A főzés ideje alatt élő zene szólt, a gyerekek szórakozásáról pedig az Ökobecse Egyesület gondoskodott. Kirakodó vásár is volt. Az édességek.
Mit teszel? Ja, jó, akkor most mit csinálnak? Mi a dolgoknak? Rózsaszín, a valamikori uborka napokból lett már a Falunap Péter révén. Az uborka ma már csak mellékszereplőként, a csirkepaprikás köreteként jelenik meg az ünnepen. Egyre kevesebb uborka van a faluban. Valamikor arról voltunk híresek, hogy nagy uborka termelők vagyunk, most meg már néha alig lehet találni uborkás termőföldet. Úgyhogy én hiszem azt, hogy ez volt inkább a fő oka neki. Aztán hát mi úgy voltunk vele, hogy valahogy mégiscsak folytatni kellene, és onnan jött ez, hogy akkor tartsunk egy falunapot. Az ünnepség jegyében sporteseményt is szerveztek, este pedig szabadtéri koncert zárja a napot. A Kanizsa Fest és a Gastro Balkán közös szervezésében Magyar Kanizsán tegnap kezdődött az első tiszamenti sörnapok, amely a szórakoztató sörrel kapcsolatos tartalmak mellett kiváló zenei kínálattal is szolgál az érdeklődőknek. A folyékony kenyér szerelmesei 20 féle nedő közül válogathatnak. A sörivó és virslievő verseny mellett sörpong, kötélhúzó verseny és esélykiegyenlítő foci várta az érdeklődőket. A zenei program részeként tegnap este a törökbecsei Playboys szórakoztatta az egybegyűlteket. 21 órától színpadra lépett a Happy Gang együttes, majd két retro műsor várta a szórakozni vágyókat, akik előbb a magyar kanizsai DJ Maxi retro szettjén, majd a magyarországi Szatmári és Jucus retro partiján szórakozhattak kedvükre. Megnyílt a müncheni Oktoberfest, a világ legnagyobb népünnepélyeként számon tartott sörfesztiválon a terrorfenyegetettség miatt szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be. A fesztivál területére nem lehet bevinni 3 liternél nagyobb térfogatú táskát vagy hátizsákot. A másik fontos újítás, hogy a fesztivál teljes területét elválasztják a környezetétől. Valamennyi bejáratnál pedig folyamatosan tartanak ellenőrzést, valamint növelték a biztonsági emberek számát is. A müncheni hatóságok szerint úgynevezett elméleti terrorveszély fenyegeti a fesztivált, vagyis nincs információ készülő terrorcselekményekről, de nem lehet kizárni a támadás lehetőségét. Az első Oktoberfestet 1810-ben rendezték. Háborúk és járványok miatt eddig 24-szer maradt el. A sörfesztivál 2 héten át, szeptember 17-e és október 3-a között várja az érdeklődőket. A szerbiai paralimpiai csapat 1 arany és 1 ezüst éremmel gazdagította az eddigi gyűjteményét a Rióban zajló paralimpián. A buzogányhajítás során Zsejko Dimitrijevics az első sorozatban 29,91 méteres dobással megdöntötte a világcsúcsot, majd a negyedik szériában 29,96 méterre javította azt, és ezzel megvédte londoni aranyérmét. A második helyet honfitársa Milos Mitic szerezte meg 26,84 méteres dobással, a bronzérem pedig a szlovák Marian Kurejáé. Ezüstérem a vigaszdíja a szerb paralimpiai asztali teniszező hölgyeknek a riói döntőben. Borislava Perić Ranković és Nada Matić a kínai párostól kapott ki 2-0 arányban. Az ázsiaiak végig jobban játszottak és magabiztosan nyerték meg a döntőt. Borislava Perić Ranković egyesben első mérkőzésén szintén kínai ellenféltől kapott ki 3-0-ra. Megszületett a magyar küldöttség első aranyérme a riói paralimpián. Tóth Tamás pénteken elsőként ért a célba az S9-es sérültségi kategória 100 méteres hátúszó számának döntőjében. A Vasas Totó Bece nevű úszó végtag hiánnyal született, a jobb kézfeje nem fejlődött ki. A 24 éves sportoló a magyar küldöttség 16. érmét gyűjtötte be. Ezüstérmes lett a magyar női tűrcsapata a riói paralimpia pénteki napján. A döntőben Kínától kaptak ki 25, illetve 45-28-ra. A finálé egyoldalú küzdelmet hozott, az ázsiai rivális végig vezetve nyert. A női tűrcsapata a magyar küldöttség 18. érmét nyert a Rióban. 1 arany, 8 ezüst és 9 bronz az eddigi mérleg. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Elkezdődött ma a Nemzeti Vágta Budapesten. Egyre több a migráns síden, ez több helybelit aggaszt. A hétvége a hagyományos szüreti napok jegyében zajlik Palicson. Falunapot ünnepeltek ma Péter révén.
Köszönjük figyelmüket, ha még több hírek kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!